Ugyan kikapott az Opus Tigás Hajdúszoboszló az MB2-es kézilabda bajnokság második fordulójában, de a Tiszavasvári elleni mérkőzésen mindenki nyert. A Tiszavasvári 2 pontot nyert ezen a mérkőzésen, Hajdúszoboszló pedig a szurkolókat nyerte el. Kovács Lászlóék ugyan végig hátrányban játszottak, de a szurkolók minden hazai gólnak és védésnek úgy örültek, mintha mi vezetnénk. Egy gyors középkezdés után 3 gólra zárkózott fel az Opus Tigás Hajdúszoboszló az utolsó percekben. Ugyan végig a Tiszavasvári után rohantak a fiúk, de minden szoboszlói gól és védés hatalmas üdvrivalgást váltott ki a lelátón. Hornyák Lajos ennek ellenére nem volt elégedett a látottakkal. Szerinte ettől több volt a csapatban. Nem mentünk a falra, nem ütköztünk eleget, nem voltunk elég agresszívak. Tehát teljesen, bementem a öltözőbe és azt mondtam nekik, hogy nem látszik az, hogy miből lesz itt kibontakozás. Tehát egyszerűen teljesen. Tehát az hogy jött el, ment az ellenfél, az egy dolog, de nem, tehát esélytelenek voltunk teljesen. Tehát rengeteg helyzetet hagytunk ki. Hál' Istennek, második fél időben még úgy ment valameddig ez így, aztán valami megváltozott. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve rohanták a Tiszavasvári kapuját. Érdekes módon ekkor sokkal higgadtabb megoldást választottak a játékosok. Mondtam nekik, időkérésnél volt 4 vagy 6 közte, nem is tudom, tehát nem mindegy, hogy most 2-vel, 3-mal vagy 10-zel kapunk ki. Tehát azért a végén azt azért sikerült elérnünk, hogy a nézők úgy gondolom, hogy elégedetten mehettek haza annak ellenére, hogy ugye a 2 pontot elbuktuk, de legalább látszott mindenki, hogy itt bementünk is, szakadt róluk minden. Tehát oda tették magukat, hát sajnos az első fél idő az rányult a véget az egész mérkőzésre. A vezetőedző azt mondta a folytatásról, hogy kiszámíthatatlan bajnokságot kezdtek meg a múlt héten, ugyanis bárki legyőzhet bárkit. Itt nem ellenfél függőek a mérkőzések, ez ha így játszunk, mint az első fél időben, akkor bárkitől kikaphat, akkor így játszunk, mint a végén, az utolsó 20 perc, akkor bárkit meg tudunk venni. Ez az idén, ez egy teljesen ilyen bajnokság lesz, hogy bárki, bármikor bárkit meg tud merni, meg bárkitől ki tud kapni. Ha egy kicsit is elhiszik, hogy most ők jobbak, akkor annak bármelyik csapat rámehet a torkára. A Hajdúszoboszló legközelebb Berettyóújfaluban lép pályára, azt követően pedig a Kálósemjén együttesét fogadja.